Sziasztok, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy kis Call of Duty Ghost Sniper játék. Kipróbáltam a csipát, szóval, hogy milyenek a hírek róla, tényleg olyan-e, amilyen, hogy lehet-e vele quickscope-olni, nem lehet-e vele quickscope-olni. Én a nagy sniperes, hát tudjátok, hogy én hogy állok a sniperhöz, hát igen, nos, de térjünk is le a lényegre, sniper, és azt kell, hogy mondjam, hogy wow. Tehát számomra visszajött a régi csipa, hogy úgy mondom, nincs több quickscope hős, de lehet vele noscope-olni, tehát quickscope-olni nehéz, noscope-olni lehet vele. Több játékot fogtok összeválogatva játszani, az elsőtől egészen a negyedikig, azt hiszem. Az első játékban nagyon béna voltam, a második játékra már kezdtem belemelegedni, a harmadik játékra már pozitív statot tudtam produkálni, a negyedik játékra pedig vissza sikerült hozni azt az MV2 hangulatú sniperözést, amit mondjuk egy Wastelandben elő lehetett adni egy interventionnel, hogy halálnyugodtan is össze lehet szedni egy magasabb killstreaket, és ezért így látni fogjátok így a csipa fejlődést. A csipa kurva jó lett, ne haragudjatok, tudom, hogy sokakkal szerintem ezt kiakasztom, hogy ezt mondtam, hogy ezt mondom, de a csipa jó lett. Nem lesz sok quickscope hős, az biztos, újra kell ezt tanulni, nem lehetetlen megcsinálni, de más a trükkje, újra kell tanulni, tényleg, és sosem voltam nagy quickscope hős, de nem is nagyon akartam megtanulni, és most így a csipát visszahozták. A régi, eredeti útvonalba, pályaméreteknek a 60%-a legalább megfelel arra, hogy sniperrel is lehessen menni, rástól kempelősebbig mindenképpen. Szóval úgy vannak megcsinálva a pályák tényleg, hogy aki a rástósabb csipát is szereti, vagy aki a nyugodtabb tempót szereti a csipával, annak is megfelel. Szóval én általában a kettő között vagyok valahol, amikor szükség van rá, akkor mozgok csipával, amikor szükség van rá, akkor leállok és inkább kivárok, hogy elém jöjjenek, szóval. És Call of Duty Ghost végre ezt visszahozta, szóval hál' Istennek, mert nekem már egy kicsit kezdett elegem lenni a quickscope-ozásból, meg a sniperrel agyonrásoljuk magunkat, és mekkora gizdák vagyunk című történetben, ami fassa meg jól néz ki amúgy, tehát nincs gond vele egy montázsban. De így számomra játékélményben annyira nem volt jó, szóval, és most újra tudok játszani csipával, és faszán meg lehet csinálni a dolgokat benne. Szóval, mit akartam még mondani a csipával? Ja igen, most amit látjátok, ugye nem feketesség van körbe-körbe, ami egyetlen egy gonddal szolgál a videókártyának. Szóval, hogyha csipát szemhez emeled, akkor gyakorlatilag, hogy úgy mondjam, a videókártya duplán renderel. Magyarul kapod a képet, ami a csipán keresztül jön, remélem jól magyarázom, mert kapod a képet, ami a csipán keresztül jön, és az oldalsó képet is, a homályosan. Ezért a videokártyának gyakorlatilag két képet kell elállítani, az egyel szembe, ami a régieknél volt, azért azt kell, hogy mondjam, hogy a gyengébb videokártyák ezt azért meg fogják érezni. Néha még az enyém is, GTX 770, az enyém is megakadt. Szóval azért az eléggé durva dolog volt, hogy azt mondjam, ahhoz képest. Szóval ez a duplán renderelés dolog kurva jól néz ki, tök tetszik. Medal of Honor 2010 jut róla mindig az eszembe, de kényelmesebb vele a célzás, szóval tök jó meg van csinálva. És számomra, mint a fekete kör ott oldalt, ez így kényelmes valahogy. Valahogy kényelmesen van megcsinálva, és kényelmesen lehet vele célozni. Milyenek a sniperok sebzés ügyileg? Egyik ismerősöm mondta, hogy nagyon overpowered. Nem mondanám, hogy overpowered, one hit kill. Szóval igazából majdnem minden távolságról. Kapsz néha a hitmarkert, ha mondjuk felületen átlősz, vagy ilyesmi, de one shot kill biztosra. Nem mindegyik, ez a Bolt Action Rifle, ez mindenképpen one hit kill, szóval
hogy úgy mondjam, 95%-ban elsőre leszedi az embert. A többit még nem próbáltam, kivéve egyet, egy fél automatát, az kellett két lövés, mondjuk, három felületen keresztül. Szóval, amúgy jól meg vannak csinálva. Hangok szempontjából lehetne egy kicsi sniperesebb, ha emlékeztek még Modern Warfare 2 Barrett vagy Intervention hangjára, az még egy kicsit így visszhangzott is, mikor így lőttél, de amúgy rendben van, szóval nem akkora vészes. De mint mondom, nagyon élvezett volt vele játszani. Nekem számomra a Ghost kicsit így visszatért tényleg a régi útvonalra. Csipával és csipaként lehet játszani, és rendben van. Quickscope, újra kell tanulni, az tény, de a módszer ugyanaz. Újra kell tanulni, de a módszer gyakorlatilag ugyanaz lesz. Dragscope annál jobban fog menni, és annál élvezetesebb lesz, azt hiszem, mert tényleg faszán megvan ezt csinálva. És ennyi, és aki szerette a régi csipát, már pedig volt ismerősöm, aki ráírt, hogy hú, végre régi csipa, az nagyon élvezni fogja itt a mesterlő összenő játékot, és én is végre hozhatok talán több sniper játékot, hogyha ti is szeretnétek, mert most végre lehet újra számomra. Nos, köszönöm a figyelmeteket, ennyi lett volna a csipa játék, ha szeretnétek, hozok még. Jó, remélem tetszettek a jelenetek, amiket sikerült összehozni, és köszönöm a figyelmet, sziasztok! Securing C. Friendly SATCOM. SATCOM active. Kicking incoming. Securing coming. Secure. Secure. Enemy SATCOM spotted. Friendly SATCOM active. Losing Charlie. We lost C. Hearing C. C secure. Guard direction. Losing C. SATCOM uplink enabled. SATCOM uplink enabled. Losing Bravo! Securing Alpha. AA secure. Securing Charlie. Losing Alpha. SATCOM uplink enabled. Enemy has C. SATCOM ready. SATCOM uplink enabled. Enemy has B.
Enemy SATCOM spotted. Losing A! Charlie. I'm in. Securing C. Losing Charlie! SATCOM up, Lincoln. Friendly SATCOM active. Friendly SATCOM active. Losing C! Friendly SATCOM active. Losing C. Securing B. All points held. Defend your positions. Losing B. Bravo! SATCOM uplink enabled. SATCOM uplink enabled. Enemy has B. We're winning this! Enemy SAT spotted. Losing C. Losing C. We lost Charlie. Enemy has C. Securing SATCOM ready. Securing Bravo.
losing A. We lost A. Enemy has Alpha. SATCOM active. Bravo.